Williams Televízió. Május 13-án tartott közmeghallgatást a gyáli roma nemzetiségi önkormányzat. A polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a képviselő testület több tagjának részvételével lezajlott eseményen fajsúlyos kérdések, így a felzárkóztatás és a romák továbbtanulása is napirenden szerepelt. Nagyon jó hangulat volt, kihívtam Varga Gusztáv, a világhírű Kályag együttes zenészét, hogy segítsen be nekünk ebben a előadó művészetben. Egy ilyen felzárkóztatást szeretnénk a cigányoknak, művészetet, és az 5-től 8-ig felzárkozzanak, és nagyon jó hangulatban telt, de hát én azt gondolom, hogy fog ez sikerülni, csak kellenek hozzá romák is a felzárkóztatáshoz. Ha már felzárkóztatás, ezen kívül milyen témák foglalkoztatták a résztvevőket? Mi az, ami fajsúlyos kérdésként felmerült? Hát ez nagyon súlyos kérdés felmerült az, hogy sajnos a romák azok csak akkor jelentek meg, amikor adomány van. De hát ez tény és való, hogy mert körül 3 cigány volt ott, de hát nagy érdeklődés nem volt. Maga a fogalom, nem tudták azt, hogy mit jelent az, hogy közmeghallgatás. Tehát ez óriási probléma van. De ide nagyon komoly fölzárkóztatás kéne nekik, mert tényleg nem tudják még az ABC-t sem. Tisztelet a kivétel, és nem megbántani szeretném őket, csak tanuljanak, felzárkozzanak és dolgozzanak. Ne segélyből éljenek. Én azt gondolom, hogy ha szocializálódni tudnak és dolgoznának, akkor a magyarok is befogadnák őket. De hát én ezt szeretném, ebben szeretném őket segíteni. És ha már tanulás, akkor mindenféleképpen érdemes beszélni a Tanulj Tovább programról. Mit jelent ez pontosan, kiknek szól, illetve mikor indul? Hát ez még egy kicsit, ez sok mindenen múlik, de hát kapunk-e itt helyet, meg valóra válhat az, hogy tud-e a gyáli város önkormányzat biztosítani nekünk helyet, de ez 5-től 8-ig, 8-tól plusz érettségig eljuttatjuk a romákat, és olyat is szeretnénk, hogy főiskoláig eljuttatni őket, akik szeretnének tovább tanulni. Ez egy óriási lehetőség, mert Varga Gusztáv, a Kályag együttes alapítójának 800 roma diákja van a Bajza utcában, Kalocsán és Miskolcon. De hát ez egy óriási kiugrás lehetne, de ez nem csak a romáknak szól, magyaroknak is, és természetesen angol, német, magyar és roma nyelvet is fogunk tanítatni. Természetesen tanárokkal. Gondolom, amikor egy ilyen programot megszerveznek, körülnéznek, illetve előzetesen felmérik a lehetőségeket, kik az, akik érdeklődnek. Tudunk-e adatokat mondani ezzel kapcsolatban? Természetesen eddig 74 roma és 25 magyar jelentkezett. A magyarok azt válaszolták, azt kérdezték tőlem, hogy ez fizetős iskola lesz, és mondtam, hogy nem. De hát nálam nincs diszkrimináció, hanem nálam az van, hogy igenis a magyarok és a romák is nyugodtan egybe tanuljanak, és nagyon örülnek, bocsánat, de jobban örülnek a magyarok ennek az egésznek, mint a cigányok, mert hogy ők azt mondták, hogy ők fognak jelentkezni, mert angol-német az komoly összegeket szoktak kérni, meg több százezres nagyságú pénzbe kerül ez az iskola, és ezt itt mi ingyen szeretnénk csinálni a romáknak és magyaroknak. William.